barlang elsősorban eredetileg az operákra készült, tehát maga a helyszín, amit Doknányi Ernő fedezett föl, az opera gálákat tartottak, tehát ha jól tudom, 1937-ben volt az első, és mondhatjuk, hogy azóta is, hát főleg az 50-es évektől újra, elsősorban opera előadások voltak, tekintve, hogy ez egy olyan különleges helyszín, hogy minden hangosítás nélkül szabadtér ellenére megél az emberi hang, illetve a hangszereknek a hangja akusztikusan, nem kell semmit beavatkozni. Idén 2 opera előadás lesz, az egyik az Mozart Figaro házassága című operájának az előadása, ami egy friss előadás Szabó Máté rendezte, és az ország különböző nemzeti színházainak a koprodukciójában készült. A ország legjobb énekesei szerepelnek, főleg fiatalok. Szabó Máté maga is egy, mondhatjuk még mindig, bár azt hiszem, hogy már a 40-hez közelít, de hogy egy ifjú reménysége az opera játszásnak, hogy megújítja, maivá teszi a játékot. Annak idején ugye Beaumarchais francia szerzőnek a színdarabjából íródott, és a színdarab az betiltotta az uralkodó, tekintve, hogy az arisztokráciát negatív fényben mutatja, és érdekes módon mégis megengedte, hogy a Bécsi Burgtheaterben az opera változatot játsszák, tekintve, hogy már abban az időben is az opera egy arisztokratikus műfaj volt, és nem kellett attól tartani, ugye ez a francia forradalom időszakában íródott és adódott elő, nem kellett attól félni, hogy mondjuk lázadás lesz, vagy forradalmi gondolatokat kelt a közönségben, tekintve, hogy a közönség az az arisztokrácia volt, így viszont nekik egy görbe tükröt mutatott. Tehát a császár annyit mondott csak, hogy túl sok hangot írt bele Mozart, de egyébként nagyon is pártolta azt, hogy ezt a darabot játsszák. Ez azért nagyon különleges opera, mert teljesen a színdarabban megzenésítve folyamatosan, nagyon kevés olyan pillanata van, amit a, hogy is mondjam, az operához nem szokott közönség úgy érez, hogy most megáll az előadás, és a főhős mielőtt meghal, még énekel 10 percen keresztül. Ilyen ebben nincsen, hanem ez egy nagyon izgalmas, fiatalok életéről szóló előadás. A másik pedig a Kassai Állami Színház Operatársulatának a Bohém élet című produkciója. A Carmen mellett talán a legnépszerűbb opera, mert hogy ez egy olyan friss, fiatalos és ugyanakkor nagyon tömör, játékos darab, ugyanakkor hát nagyon megszólítja a nézőt, meg a szívét, ugye sírás nélkül elég nehéz végignézni, hogyha a történetre gondolunk. Az operára az jellemző nagyon, hogy az idővel nagyon érdekesen és sajátosan bánik, ez az, amit az erre nem érzékeny ember nem tud földolgozni, mert nem érti, hogy hogy lehet, hogy most egy mondat tart 10 percig, és utána pedig a másik 10 perc alatt meg elhangzik 100 mondat. De hát ez azért van, mert van, ami reális időben zajlik, van, ami meg nem, és mondjuk egy mondat érzelmileg annyi mindent jelent, hogy azt jobban ki kell fejteni, zeneileg is jobban meg kell mutatni. Egy emberről többet elárul, hogyha többféle módon mondja el, mint hogy csak átszaladunk rajta, aztán utólag gondolkodhatunk annak a jelentésén. Tehát az idő az operában az egy nagyon-nagyon érdekes dolog.